És starter indult át a 2017-es Tatez, az Overdose Dulce egy kicsikét áll a lassabban kezdő ósúval egyetemben a többiekhez képest, de azért így is elmondható, hogy egy egészen tökéleteshez közeli startot láttunk. Jól kezd tulajdonképpen az egész mezőnye, Filit látom a From a Seeking Approval is feltűnik az élmezőnyben, nagy hókájával pedig Power of Angel is ott galopozik az élmezőnyben. Mi a helyzet a favoritokkal, Dulce egyelőre a mezőny végén, és a természetesen Meteorit és a szokásoknak megfelelően lassabban kap lábra. Efili, mint hogyha vezete, belül Pigdáma is nagyon-nagyon jól tartja magát, Seeking Approval ott a harmadik, negyedik hely környékén, mint ha menne egy kicsit visszafelé. Noklepata is egyelőre jó versenyt volt, Meteorit egyelőre nem igazán akar elindulni, Pak fel sem akar elindulni, Dulce viszont megkezdi az árkozást. Efili és Noklepata kettős az élen, Power of Angel fantasztikus versenyt fut egyelőre, kívül pedig elindul a favorit, Dulce. Dulce a távoztop az élen, most már egyértelműen vezet, Dulce az élen, Power of Angel, Efili mögött a második, harmadik helyen, Mikes is elindul talán a végén, de a győztes az kívülről talán Dulce lehet, aki a külső barrier mellett fantasztikusan jön, és Dulce megnyeri a Tatezas Overdose-díjat, Power of Angel a második, Efili a harmadik, Mikes pedig végül a negyedik helyre érkezik meg.